A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezésében agrárfórumot tartottak Szekszárdon. A szakmai programon többek között előadóként részt vett Fórien Zoltán vezető agrárszakértő, aki kiemelte, hogy a nem mindennapi kihívások miatt rendkívüli teljesítményre van szükség az agráriumban. Én már több mint 30 éve foglalkozom az agrárpiacok elemzésével, és hozzá tehetem, hogy ez alatt a hosszú idő alatt nem volt ennyire bonyolult helyzet az agráriumban, mint amit most élünk. Gyakorlatilag egy sor olyan tényező együttes hatását érzékeljük, amelyek kirángatták abból a elég mély nyombájúból a magyar mezőgazdaságot, amikbe évtizedek óta megy. A szakértő hozzátette, a koronavírus járvány jelentette nehézségek után az orosz-ukrán háború következményeivel és az energiaválsággal is meg kell küzdeniük. Egészen más jövedelmezőségi viszonyok közé kerültek, mint voltak az előző években, évtizedekben, és most azért vagyunk itt is Szekszárdon egy agrárfórumon, mert meg kell találnunk azokat az új utakat, ahol új szerkezetben új jövedelmezőségi szinteket tudunk a mezőgazdaság számára találni, ugyanis a kilátások, meg kell mondjam, nem rózsásak. Itt is arról fogok beszélni a gazdáknak, hogy a 2024-ben bizony nem nagyon számíthatunk az alapnövények árainak emelkedésére. Minden előrejelzés azt mondja, hogy az a túlkínálat, ami most mélyben tartja az árakat, azok fenn fognak állni 2024-ben is, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni, el kell kezdeni számolgatni. Én nagyon csodálkoztam azon, hogy a tavalyi 1 millió 50 ezer hektár után közel 1 millió hektár búzát idén ősszel is elvetettek a gazdák, mert nagyon jól számíthatóan nem lesz jobb a jövedelmezősége jövőre sem a búzának, tehát nagyon komolyan át kell gondolni a közös dolgainkat, hogy így fogalmazzak a mezőgazdaságban, mert egy teljesen új termékszerkezetre, egy teljesen más gondolkodásra, szemléletre van szükség, és ezt most azonnal kell elérni. Hozzáteszem, az egész rendszerünk, az egész támogatási és finanszírozási és közben minden rendszer arra épült, hogy ezeket a nagy növényeket finanszírozza és állítsa elő. Az inputosok, a technológiák, a gépek, mindegyik, és még az is, hogy nem lehet a kisebb növényekről statisztikai adathoz jutni. Tehát nagyon nehéz úgy váltani termékszerkezetet, hogy kisebb kultúrákat kezdjenek el termelni, mert nem lehet róla elég információt kapni. El kell kezdeni tanulni, felépíteni a piacokat, együttműködni, és egy egészen új struktúrában felépíteni újra a szántóföldi növénytermesztésünket. Ezt meg kell mondjam, hogy nem mindenkinek fog sikerülni. Egy erősödő koncentrációt látunk, és számítunk is az elkövetkező években, ami a magyar mezőgazdaságban be fog történni. A fogyasztói árak emelkedése, és az, hogy az élelmiszeripari átadási áremelkedés mennyire fedezi majd az ipar és a termelők költségnövekvényét, még kérdéses.